Megmutatom nektek a jogaszobámat, ami egyben a dolgozószobám is, illetve ami helyt ad a online jogáknak a felvételre. Ez egy kis melléképület a meglévő épületünk mellett. Amint látjátok, itt van a kis íróasztalom, itt születnek a óravázlatok, a tervek, a tananyagok. Itt van maga a jogatér, itt szoktam jogázni, persze a szőnyeget elveszem, és akkor joga matracot teszek a helyére. Itt a szekrényekben vannak a jogás eszközök, egyrészt a forgatásra szánt lámpák, meg egyéb ilyen kiegészítők, kontrollmonitor, fények, flipchart tábla, és akkor itt megint vannak még forgatáshoz eszközök, papírok, jogaeszközök, lámpák, ugye matracok, hengerpárnák, blokkok, hevederek, stb. Szóval két egész szekrény csak ezeket a dolgokat veszi el, és mint látjátok, onnan jöttem át, ott van a régi ház részünk, és akkor ez az új. Itt már ezt a kis sarkot láttátok, itt van egy kedvezőséget adó Buddha mandala, ami cérnából van fűzve, ezt a hugom csinálta nekem karácsonyi ajándékra. Hát ez az a helyszín, ahol a Selfness joga oktatója, ez az én, szoktam gyakorolni, illetve a felvételeket készíteni. Most be tudtál lesni a szobácskámba, és itt van még egy mandala. Ez Ráma Csandrának a mandala, aki a napnak a félistene, ez is mindenféle kedvezőséget ad, úgyhogy fel vagyunk itt szerelve, hogy jól menjen a jóga.